csekkoljátok le az MC Shopon az Zondás termékeket. Link a leírásban. Hát sziasztok, én Zonda vagyok, és itt is ennek egy újabb Trailmakers résszel, és el is érkeztünk a Stranded in Space harmadik részéhez, és amint látom, este ledik, úgyhogy igyekezzünk, mert szeretnék átmenni a másik szigetre, ahol még találtam Savage. Mindig elfelejtem a nevét, bocsánat, ezt mindig elfelejtem. Az előző részben nagy fejlődést értünk el, ugyanis, mint láthatjátok, van elektromágnesünk, ami azt jelenti, hogy nem kell állandóan tologatni már többet a Savage-eket, hanem elég most már csak hozzánk vonzani az egészet, és hozzánk ragad konkrétan az egész úgy, ahogy van. Már ki is jelzi, 200 méterre van egy. Már itt is van előttünk a szikla, vagy Savage, tök mindegy igazából, szedjük fel. Wedge Corner. Igazából ez már csak csinosítgatás kérdése. Tehát ez nem fog jelentős változást elérni a transport, vagyis a szállítás számára. Valamiért mindig mindent angolul tudok már elmondani, és nem magyarul. Ezt nem tudom, hogy miért van. Na, ki is értünk, és már szinte teljesen este van, vagyis éjszaka. Szeretnék valami más járművet is használni ezen kívül. Tudom, van még a dozerem, vagyis nem a dozerem, hanem azóta építettem egy elektromágneses, sokkal gyorsabb dolgot. De még valami annál is praktikusabb kéne. Wedge block. 2x2x2-es. Azt ti is látjátok, hogy az ott mekkora Savage? Pont, ami most így kb. Előttem van. Az messze van ott, és mégis nagyobb, mint ami itt van közel. Ezt viszont kapjuk el, mert úgyis útba esik. Látjátok, pont nem ér el. Ha belököm a vízbe, az segít? Nem. Rendben van, akkor ezt most szépen közelebb tesszük, átmenetileg. Így már csak elkapjuk. Na, na végre. Hát furcsa egy megoldás, de legalább elkaptuk. Már csak azt kéne megnézni, hogy... Hát én egy ökör vagyok. Ennyi meg is van. Az lehet, hogy nagyobb, mint egy kocka. Na mindegy. Akkor ide eljövünk erre a szigetre. Lesz itt még egy nagy küldetésünk, nem volt elég az előző nagy kocka. És az ráadásul nem is kockának tűnik, hanem gömbnek. De egy óriási gömbnek. Itt bent van valami. Hoppá. Jól indul ez a rész. Mehetünk vissza érte. Azt hittem, hogy ennél sokkal erősebbek a mágnesek. Na jó van, ha már viszont elvesztettük, én ezzel akarok turbózni, mert ez valami bitang lassú ez a hajó. A hajónak lehet nevezni ezt a csúfságot. Hát ez valami borzalmasan lassú, úgyhogy... Azt csinálom inkább, hogy ezt így ide rakom. Ah, és több power core-unk nincsen. Ennyit tudunk rakni össz-vissz. Több, mint a semmi. És kíváncsi vagyok, hogy vízzel mennyire fogunk menni. Elvileg dupla ilyen gyorsan kéne menni. Aha. Sokkal gyorsabban megyünk most. Jó, ezeknek a power core-oknak nagy hasznuk van, viszont most ide nem megyek be még egyszer, mert félek, hogy megint elejtem valahol ezt a sziklát. Na, vigyük be. Végre valahára. Remélem sok haszna lesz ennek a kis keretenek. De most viszont nézzük meg, hogy mi az a bitang nagy dolog, Savage, amit ott láttunk. Igen, itt errefele. Kicsit fölmegyek és körbenézek. Aha, az nagyobb lesz, mint egy kocka. És mi az a piros... Na jó, ezeket most megnézem. Féljek tőle, vagy nem? Spoiler. Ez is egy Savage, csak ez piros. Piros Savage-et sem láttam még eddig. De ott is egy. És... Huha. Itt van egy csomó Savage. Oké, nem fogunk unatkozni. Ott is arra felette jó ég mennyi van. Oké, nem fogunk unatkozni. Az, hogy az éjszakákban ilyenkor sok mindent lehet látni, amit nappal nem. Oké, ezt a spoilert szépen felszedjük. Nem nagy küldetés. Vagyis sem nagy kihívás, ennyi. Azt mondtam volna, hogy nem nagy küldetés. Ez mi volt? Miért robban? Tehát nem szabad leesnie? Aha. Húha. Ezek a piros Savage-ek, tehát nem szabad leesniük, mert akkor... Oké. Oké, szóval ezt nem szabad lejtenem, mert különben felrobban. Jó, akkor ezzel óvatosan kellene bánni. Robbanó Savage, te jó ég, mikkel nem szivat meg még ez a játék? Mi lesz a következő, hogy... Egy olyan Savage, amit hogyha lejtek, akkor újra kezdem az egész játékot, vagy mi? Szépen lassan.
Oké. Okay. Tudjátok mit? Én most kíváncsi vagyok, és meg akarom nézni, hogy az ott mi. Na várjunk, ezt szépen átalakítom. Na, így kényelmesebb. Ezzel a méhel továbbra sem tudok mit kezdeni. Ó, hogy ez egy másik sziget. Meg amúgy, hogyha itt vagyok, akkor már az összes itt lévő szelvicset felszedem. És utána átmegyünk majd a másik szigetre. Látjátok, itt van még egy, meg itt van még egy. Mindegy, ezt felszedjük, mert ez... Úgy tűnik, ez kis kicsike. Suspension. Na, ez hasznos dolog. Meg is volna. Jó van. Rocking spoilert? Ha már van, miért ne? Azt írja, hogy érdemes. Tehát rakunk. Emeljük meg még egy blokkal. És akkor kell nekünk még egy ilyen. Ezekkel még lesznek bajok, úgy érzem. Jó, akkor csak óvatosan. És így közben szikrázik, hogy még stresszeljek is emiatt. Ez viszont hasznos, úgyhogy be is hozom. Igazából nem is számít, hogy mi az, ami hasznos és mi az, ami nem. Minden kell nekünk, különben nem jutunk haza innen. És miért is kéne amúgy hazajutnunk? Hát nem szép ez a bolygó itt nekünk, és ráadásul csak is egyedül a miénk. Építünk egy saját várost. Ezekből az alapanyagokból, ami nekünk van. Power core. Meg is van. Heh, meg is volt. Akkor fogalmazzunk így. Na most. Ú, te jó ég, emberek, ez nagyon... Ezt centinként fogjuk szállítani. De ez egy power core, ez nagyon fontos nekünk. Ennélkül nem világ a világ. De akkor sem lesz világ a világ, ha mi felrobbanunk. Csak vigyük el. Most már baj, remélem nem fog történni. És már nyomnám a space-t, lejtenem és robbanna. Na, power core. 21%. És el is tanyáltam a földön, hát ez remek. A múltkori videóban úgy fejeztük be, hogy 18%-a már megvolt az űrhajónak, most 21%. Sokat fejlődtünk azóta. És úgy látom, hogy ezen a szigeten belül már nincsen több salvage, úgyhogy... mehetünk ugratni. Te mennyi nem méhecske? Hát ez nem jött össze. Remélem az ott már ezen a szigeten van. Kapok 10 aranyat azért, hogyha elütök egy madarat? Úgy tűnik, hogy aki ezt a játékot fejlesztette, az nem valami állatbarát. De úristen, mekkora, az nem egy kocka. Az nem egy kocka, a kocka nem volt ekkora. Ez még annál is nagyobb. Hát az előzők nem voltak ilyen nagyok. Atya, te jó ég. Hát igen, és ahogy próbáltam... Húha, megindult. Most látom, hologram mutatja. Igen. Hát ez a dolog kell ahhoz, hogy mi repülni tudjunk. Gondolom kell is a rakétához. Ezt mégis mivel kéne elszállítani? Mivel lehet ezt elszállítani? És itt vannak ilyen miniatűr salvage-ek. Fred Connection, vagy Connector. És ott is van egy nagyon nagy salvage, és ott egy drón. Szépen megfogjuk és begurítjuk oda. Tudjuk ezt gurítani, jó van. Ezzel nincsen probléma. És itt ilyen nagyon kicsik is vannak, tehát vannak itt nagyon kicsik és nagyon nagyok. Közepes méretűek nem igazán. Úgy tűnik ez a végletek szigete. Itt nincsen közepes méretű szikla, csak nagyon nagy és nagyon kicsi. Hogy lett ilyen nagy valami? Ez már konkrétan egy önálló bolygó. És elkezdtem rossz irányba tolni, ez nem jó, mert itt le fog gurulni. Valamiért ezt a golyót nem tudom egyenesen tolni, mindig vagy jobbra vagy balra megy. Oké, most már végleg elengedem az egész ötletet. Túl sokat vártam egyszerre magamtól, még nem tartott az én technológiám ebben a játékban, hogy ekkorákat mozgassak. Azt majd, mit tudom én, drónnal vagy, repülővel vagy, mit tudom én mivel fogom. Sőt, én még valahol egy pirosat is láttam, ha jól emlékszem, talán az ott. Ja nem, az nem az. Ezek a konnektorok, még nem tudom... Mire jók ezek a konnektorok? Például ilyeneket soha nem használtam a játékban. Igaz, hogy ezt már túltárgyaltam, de szerintem majd helikopterekkel felszedjük őket, vagy valamilyen repülő dologgal. Teherbíró helikopterrel. Ez az a batár nagy salvage, ez is egy nagyon nagy salvage. Menjünk el errefele, lefele? Ezt jól megmondtam, de értitek, menjünk errefele. Mondjuk az már megint csak egy másik sziget, de akkor maradjunk itt. Ott is van valami. Az szerintem pénzszedő lesz. Vagyis pénzadó. Igen, ez az, ez nem salvage, nem baj, néha ilyen is kell.
volt már minden, kis Savage, közepes Savage, nagy Savage, robbanó Savage, minden volt már. Igaz, hogy egyetlen óriási sziklát sem tudtunk a helyére vinni, de hát most na, mi nem tartunk ott. Mindent a maga idejében, és ott is van egy, ott egy hatalmas gázbolygó. Vagyis feltehetőleg gázbolygó, gondolom, jaj, ne szívass már, hogy ez is egy ilyen nagyon nagy Savage, ráadásul egy másik sziklán. Hogy gondolta, hogy ezeket hogy fogom minden elvinni? Nézzétek, ott is. Egy csomó. Meg hála Istennek, robbanó Savage-ek. Aha, ez átlóg egy másik szigetről ide, de erre csak egy másik szigetről lehet rámenni. Akkor igazából ezen a szigeten nem maradt más, mint ez a két hatalmas nagy Savage. Hogy ezt most hol vigyem, ez egy nagyon jó kérdés. Az egész apalom elment azzal, hogy ezen gondolkozzak. Nézzétek, nem is tudom tolni, ő tol engem. Maradjunk annyiban, hogy egyelőre még nem tudunk mindent teljesíteni, ez tényleg egy hatalmasnak gép kell, ami ezt meg tudja mozgatni. De a jelenlegi technológiánkkal, tehát az, hogy ilyen kis picike kocsival mi ezt bárhova is vigyük, esélytelen, látjátok. Na jó van, viszont amondom vagyok, hogy ezzel el is érkeztünk ennek a videónak a végéhez. Egyelőre nem látok több lehetőséget ezen a környéken. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Amennyiben tetszett ez a rész, akkor nyomjatok a videóra egy lájkot, iratkozzatok fel, és ne felejtsétek el megnyomni a csengőt, hogy mindig lássátok, amikor új videó kerül fel a csatornámra. Valamit mindig hadarok, na mindegy. Szóval ennyi lett volna mára, köszönöm a figyelmet, sziasztok!